Ez egy napi vlog lesz. A reggel felkeltem, és megkaptam a reggeli utalomfalatot, Nekem ez olyan, mint nektek a kávé. Na, már gyors meg is ettem, és indulhatott is a nap. Ennélkül sajnos nem tudok elindulni. Na, aztán ki is mentem reggeli pisi kakira. Aztán rájöttem, hogy nagyon hideg van, úgyhogy eléggé Remélem azért napközben kicsit melegebb lesz. Na hát, aztán a gazzi elővette ezt a porszívó nevű szörnyteget, amit nem szeretek. De legalább besütött a nap a lakásba, és tudtam egy kicsit napozni, ez nagyon jól esett, és nagyon jó érzés volt. Ameddig a gazdi takarított, addig én napoztam, és néztem, ahogy csinálja, bár én ezt nem fogom soha utána csinálni, mert én szeretem a rendetlenséget. Na, itt pedig fel adni rám a púcsit, de én nem akartam fölvenni, és minden erőmmel azon voltam, hogy elszaladjak előle de aztán rájöttem, hogy sétálni megyünk, úgyhogy ahhoz viszont jó lenne, hogyha felvenném. Hát igen, így szokott ez történni, szoktam én néha ilyet is csinálni, nem mindig vagyok jó kutya. Aztán utána összeszedtem magam, és fölvettem a kis púcsit, most ezt a kéket vettem föl, de képzeljétek el, hogy a gazdi rendelt nekem új púcsikat, van megmutatom, hogyha megjöttek. De mindjárt készen is állok arra, hogy elinduljunk sétálni. Na itt már szaladtam, és kifelé megváltam, míg a gazzi kinyitja az ajtót, és most már szerencsére egy kicsit melegebb van, úgyhogy jó lesz egyet sétálni. Azt mondta a gazzi, hogy egy nagyot fogunk menni, és utána átmegyünk a barátomhoz, úgyhogy ez elég jól hangzik, már nagyon vártam ezt a pillanatot. Aztán itt vannak ezek a kidobott karácsonyfák, amit megjelöltem, most már szabad úgy néz ki, hát vége a karácsonynak, úgyhogy ezeknek lefűtt a kávé. Na el is indultunk, én már nagyon siettem, és ezt az oszlopot én mindig leszoktam pisélni, ez szerintem most is így fog történni, na hát ez persze így volt. Éjjel elég nagy fagyok voltak, úgyhogy ezért nem volt annyira meleg, viszont ezért egy kicsit már melegített a pocska. Aztán sétáltunk, sétáltunk, nézzétek meg, milyen jó süt a nap, és úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a parkba. Ez a park nincs olyan messze tőlünk, de pont egy kellemes sétával el tudjuk érni, ma nem belementem abba a gödölbe, de szerencsére sikerült kikerülnöm. Hát, eddig még nem futottunk össze senkivel, és itt mutatni fogok nektek egy érdekeset, hogy az út közepén van egy fa. És képzeljtek el, hogy ezt nem vágták ki, azért már az út közepén nőtt, hanem földbe aszfaltozták, eléggé menő, nem? És el lehet menni jobbra is, meg balra is. És nézzétek meg, milyen nagy ez a fa. Na ezt is lepisítem, megérkeztünk a parkba. Képzétek el, hogy ez olyan park, ahol vannak ilyen kereszt és itt lehet gyakorolni. Én mondjuk ezeket a táblákat nem ismerem, tehát a gazdinak kell ismernie. Én általában lepisíni szoktam ezeket. Na és megmutatom, hogy hol szoktak az emberek gyúrni, és lehet, hogy én is kipróbálom, mert elég sokat eszek mostanába, és sem fél egy kis edzés. Na, így szoktak edzeni, már mutatom is, hogy hogyan kell csinálni ezeket a dolgokat. Na jó, én ide felültem, de ennek lehet, hogy nem ez a funkciója. Na mindegy, inkább mégse edzek. Jó lesz az majd holnap is. Inkább sétáljunk tovább, mert a sétával is lehet fogyni, mert valaki azt mondta, hogy kövér vagyok, pedig szerintem nem is vagyok kövér, elég jó alakom van, jó nézek ki. Itt van egy játszótér is, ahová nem szabad bemennem, de én nem is megyek be, mert mellette sétálunk kell. Na és most megmutatom nektek azt a helyet, ahol életemben először sétáltam, amikor kicsi voltam. Na hát, az itt volt, közben találtam valami szagot. Na ezt nézitek, ezen a nagy füves területen sétáltam először, és már akkor is ez a póráz volt rajtam. De akkor elég meleg volt, mert nyár volt, és sokkal kellemesebb volt ide kijönni, bár akkor még nem tudtam szépen sétálni pórázon. Ez egy elég jó hely, ajánlom mindenkinek szép kilátást egy kicsit. Nézegettem meg, pihentem, aztán utána mentünk tovább. Ja, persze, egy pár futó megint nem maradhatott ki, úgyhogy ezt majd az Insta oldalmon tudjátok megnézni. És végre valahára elindultunk tovább, aztán mentünk a barátomhoz. Itt már nem volt messze. Azért itt még látszik, hogy teljesen megvan fagyva minden, majdnem elcsúsztam rajta. Négy lábamban, aztán mégis elcsúszok. Most szóljatok hozzá ehhez. Néha kicsit béna is tudok ám lenni, de ez a ritkábbik eset. Aztán szaladtam tovább, itt a gazdi lépcsőn ment le, én pedig már nem szeretek lépcsőzni, és itt már ki van járva, szerintem minden kutya így szokott lemenni. Na, itt már megyek is be a barátomhoz, éppen üdvözött. Nagyon örült nekem, majd utána kiszaladtunk a kertbe, ahol mindenféle szag volt, mert már elég rég voltam itt nála, Úgyhogy hiába akart velem játszani, én nem foglalkoztam vele. Azért, mert fontos dolgom volt, hogy mindent megszagogassak és lepisíjek. Ő persze folyamatosan az én púcsimmal volt elfoglalva, pedig neki is van, de szerintem megirigyelte az én kék színű púcsimat. Itt találtam valamit a bokorba, de ez titkos, úgyhogy nem fogom elmondani, hogy mi volt itt. Viszont nagyon jó volt, nem is akartam onnét kijönni, Addig pedig a barátom produkálta magát egy kis jutalomfalatért cserébe. Persze nekem is akartak adni, de sajnos nem értem rá velük foglalkozni. Ezután bementünk, és én nagyon szomjas voltam, úgyhogy megittam a barátomnak az összes vizét. Általában ez egy jó vendégség, itt mindig jókat szoktam enni, inni, megjátszani. Na itt egy kicsit idegesítettem mindenkit. Aztán eldobták ezt a játékot, és egyikünknek se kellett, mert én már szerettem volna. És hiába szóltam mindenkinek, nem akarták odaadni azt a játékot, amit kinéztem magamnak. Aztán itt előszettek egy ilyen sipoló csirkét, amit én nagyon szeretek. Úgyhogy ezt fogtam, aztán el is vittem. De sajnos nem engedték, hogy hazavigyem. De majd legközelebb, amikor nem figyelnek, lehet, hogy le fogom nyúlni. Mit gondoltok, szerintetek hazavigyem ezt legközelebb? Elég jó lenne, mert én sajnos most a saját csirkémet, itt is nagyon sok játék van, de végül is ezek közül most nem kellett egyik se, aztán megettem a barátom kajáját. Itt a barátomnál mindig sokkal szívesebben eszem meg a száraz tápot, pedig ez ugyanaz a táp, amit otthon is szoktam menni, de mégis más. Aztán hazafele autóval mentünk, mert a gazdi anyukája hazadobott engem, és olyan fáradt voltam, hogy a széken aludtam el, teljesen kidültem. A következő program pedig az volt, hogy már megint itt vagyok a konyhába, ide toltam a kis széket, mert ismét főzni fogok. Arra gondoltam, hogy csirkáhúsit fogok készíteni a gazdéknak, de mondjuk én allergiás vagyok a csirkáhúsira, úgyhogy ebből nem fogok enni, de a kiegészítő részeket lehet meg fogom kóstolni de ide ki is készítettem minden finomságot. Kelt egy kicsit megnyalogatom, de ezt úgyse si fogja tudni senki. Ezt csak ti látjátok, de szerintem ti úgyse si fogjátok elmondani a gazdinak, hogy mit tettem. Na, itt vannak a husi, fel vannak ma szeltelve, az egyik részéből tájfős husit csinálok, a másikból pedig rántott husit. Na, mit szóltok hozzá? Elég menő, nem? Nálunk a tacskó a szokács de aztán utána egy kicsit elmentem pihenni, amíg kikészítettem mindent, mert eléggé elfáradtam. De aztán utána folytattam is a munkát, kiszedtem az ilyen edényeket, megint nem tudtam, hogy melyiket válasszam, úgyhogy egy kicsit idegbe jöttem, végül kiválasztottam ezt a jénai tálat. Látjátok, még a nevét is tudom. Na ezt jól befújtam oliva olajjal, és utána ebbe rakom bele a husit. Azért leellenőrzök mindent, biztosan biztos jó lesz -e így. Remélem, hogy finom lesz a mai vacsora. Aztán megkóstoltam a tejföl, tejfölös dobozkának a tetejét. Klenyalogattam róla, a tejföl nagyon finom volt, és utána pedig a húsit bekentem a tejföllel. Ebben nem nyúltam bele, úgyhogy nyugodtan megehetik a gazdiék. Bár azért azt nem ígérem, hogy amikor nem vesz a kamera, akkor nem kostogatok meg néhány dolgot, és nem nyalogatom meg. Na, itt van ez az üres tejfölös doboz, ezt azért egy kicsit kinyalogatom, mert meg fogom kóstolni, hogy milyen ízű a tejföl, amit rátettem a gusira. Hát ez nagyon finom volt, hagyhattam volna benne többet is, de sajnos eddig ízis voltam, és sajnos magamnak nem hagytam sokat, hát ez van, legközelebb jobban oda fogok erre figyelni, hogy nekem is jusson. Aztán utána kikészítettem ide sajtot, mert azt fogom rátenni, és rá is tettem, majd mehetett is be a husi a sütőbe. Majd utána nekiálltam a rántott husinak, ez a kisebb darab husik voltak, bepaníroztam őket, és ilyenek lettek, aztán ezeket majd a gazdi kisüti, hogyha akarja, én ezzel már nem fog foglalkozni. Na, itt már a gazd is beszállt a buliba, képzeljétek el, hogy forgott nekem megint egy sárat, Ilyen szép zöld színe van. És itt volt épp a próba, meg kellett próbálnom, hogy jó-e a méret. Hát, úgy néz ki, hogy jó a méret. Úgyhogy megfelelő számomra, kinyomta itt a kaverát, és nézzétek meg, milyen cuki vagyok. Szerintem ez a szín elég jól áll nekem, de írjátok meg, hogy mi a véleményetek róla. Utána pedig elkezdett a gazdi holgon egy ilyen mosnit, és én azt hittem, hogy megmutatja, és vihetem is el, de aztán nem adta oda, mert azt mondta, hogy még nincs kész. Itt pedig megkaptam a vacsorát, fúj, ez csak száraz, nem kell. Aztán nem vacsoráztam semmit, majd lehet azért később eszek belőle, de most nem kell. Aztán el is mentem pihenni, mert már nagyon hosszú volt ez a mai nap, úgyhogy ennyi lett volna ez a vlog. Lájkoljátok, iratkozatok fel, azt találkozunk legközelebb, na no, csövi.